Csiszér Antalt már gyerekkorától kezdve érdekelte a rajzolás. Elmondása szerint először különböző gyermekmagazinokból utánozta le a mesefigurákat. A festészettel szintén korán megismerkedett, ugyanis édesapja is amatőr szinten készített képeket. Az ecset használat azonban kezdetben nem igazán foglalkoztatta. Kamaszkoromban, illetve már úgy mondom, hogy tinédzser koromban inkább ez a hippi mozgalom meg a rocker élet vonzott. Ugye vasárnaponként, amikor apám festett a konyhába, így ebéd után, akkor én meg megpattantam, és haverok font a buli, ahogy szokták mondani, és az inkább vonzott. Aztán a 90-es évek elején, akkor megtetszett egy bélyeg blokk, ami a visegrádi várat ábrázolja a Mátyás korában, és akkor így eldöntöttem, hogy ezt megpróbálom. Hát kisebb nagyon sikerrel úgy nekiugrottam, elkezdtem, és azóta így festegetek, de főként így a lakás dekoráció céljából, tehát saját lakásunk dekoráció céljából, illetve rokonságnak, barátoknak így ilyen esküvő, vagy szüninap, névnap alkalmából festegetek, és igazán így a 90-es évek vége fele kezdtem el úgy intenzíven festeni, amikor már ugye olajat használtam, egyre többet festettem vászonra olajjal, és hát igazából nem volt még úgy alkalom bemutatkozni, illetve kisebb ilyen kamarakiállítás jellegű presszóban, meg ilyen helyeken volt, takarékszövetkezetekben, de ugye ott helyhiány miatt csak a kisebb képeket tudtam esetleg így kiállítani, de most lehetőség nyílott, hogy itt egy kicsit nagyobb méretű képeket is igazából bemutassak. Csiszér Antal az alkotásain keresztül elsősorban székely identitását szeretné kifejezni, illetve a természet közelségét próbálja átadni. Rengeteget biciklizek, tehát földes utakon, és ott gyűjtöm a témát. Tehát fotózok, és meg vízpartokon, tehát gyűjtöm a témát, aztán abból kerekedik ki néhány alkotás. Ahány székely, kapu, vagy akár házak, ez mind-mind egyedi. Itt néhány bemutatók, illetve hát ki lett állítva, ami hát egyik egy ilyen leomlott háznak a fala, és azt kerítésé építették át. Ez is egy fotó alapján készült, akkor a másik egy székely utcarészlet, székely kapuval. Tehát ez ami igazán engem érdekel, és hát... mondom, a származásomat tekintve, tehát apai, anyai ágon bukovinai székelyek leszármazottai vagyok. Igyekszem minden olyan témát megragadni, ami nekem tetszik elsősorban, és azt próbálom ugye vászonra vinni, vagy akvarelbe. Először néha skicceket csinálok, és akkor utána viszem föl a vászonra. Az alkotó azt mondja, a festészet számára a pihenést jelenti. Először is a témagyűjtés során egy kikapcsolódás, a kerékpározás, vagy egyszerűen csak gyalogtúrák alkalmával, a másik pedig, amikor alkotok. Tehát ezt főként télen tudom megtenni, mert ugye munkámból kifolyólag nem mindig van időm. A télen, mikor nyugi van, kint csöndesség, úgymond nincs kinti tevékenység, akkor neki lendülök, és akkor csinálgatom. Hát a terveim között ugye sok téma van, ami szerepel, hát ilyen úgymond sorozatképek, ami, mit tudom én, magas leseket, vadász magas leseket, hidakat, tehát ilyen kisebb patakokon átívelő fahíd vagy kőhíd, tehát nem ezek a nagy fővárosi hidak, az annyira nem vonz. Ugyanakkor meg így szeretném, hát nagyon óvatosan zárójelbe megfesteni a Mádé falvi veszedelem, nek a napját, maga ugye azt a reggelt, vagy azt a napot, és hát ehhez természetesen ki kell utazni Erdélybe, anyagot gyűjteni, maga a falu elhelyezkedése, környezete, hogy néz ki, tehát ne egy hasraütéses kép legyen. Hát végül is így is fantázia kép lesz valamilyen szinten, mert nyilván a falu már teljesen átalakult, az építészete mindenféle, és azt szeretném igazán megfesteni, de hát ez az osztrák katonaságnak a ruházata, az akkori katonaság ruházata, tehát ne egy ilyen, tényleg egy ilyen fantáziakép legyen, hanem próbálok törekedni arra, hogy minél több eredeti dolgot lehessen felvinni a vászonra.